Te többeknek a Magyarország Szeretlek program sorozat kapcsán jutottál eszükbe, ahol szexuális egy kiemelt állomás volt. Rákai Filip volt a vendég a Matthias Corvinus Kollégium szexárdi képzési központjában. Amikor megkérdőjeleződik, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő, mi az, hogy család, mi az, hogy egy gyereknek vagy egy felnőtt embernek milyen jogai vannak, hogy mit jelent a szabadság, hogy az meddig terjed, hogy mit jelent egyáltalán az Európai Unió, hogy mit jelent az, hogy valami egy erős nemzetállam szeretne lenni, és ez nem kirekesztést jelent, hanem a saját kultúránkra történő felnézést, egy büszkeséget. Rákai Filip az utóbbi években több nemzeti kulturális értéket érintő kérdést, témát felvállalt, és többek között nagy hangsúlyt kapott a konzervatív értékrend fontossága is, melynek megtartása a mai változó világban egyre nehezebb. A személyes egyéni felelősségvállalás, mint mindenben, az elsődleges, és akkor így épül fölfelé egy társadalom az apró sejtekből, az egyénből, két ember kapcsolatából, egy családból, a gyereknevelésből, a kisebb patrióta vagy lokálpatrióta közösségekből jutunk el egészen odáig, hogy ha valaki lokálpatrióta és szereti Szekszárdot, vagy Tolnát, vagy Decset, mint szülőhelyét, akkor ez természetesen ki fog vetülni a hazájára. A producer, kommunikációs szakember, aki szekszárdi gyökerekkel rendelkezik, kulturális felelősségvállalás, a Vagy nemzettudat Skander magyar modra címmel beszélgetett Böröc Mátéval egy pódium beszélgetés keretében.